Üdvözlök ismételten mindenkit! Most ez a rossz logikával vet 2013-ban, az IMD A4 5300K-s, ami valójában egy 2012-es évjáratú processzor van benne. Nagyon rossz vétel volt. Hát több videóról is volt szó, be volt már mutatva, hogy jár az, aki a rossz logikát, a munkás logikát követi. Itt van ez a CPU, itt CPU Z. És meg lehet pont tudni azt, hogy mi is van a szájtógépbe. Hát valaki azt hinné, hogy mennyi sok minden tud, hát nagyon nem tud annyit. Ez volt az IMD-nek az első modellja, az volt a AVX, mert ezek az FA, FMA4, meg az SA42, meg SA4A, ami még hibás is volt ráadásul. Biztos hibás, ugyan már, ha lenne a legelső verziójuk, jó. Ez volt a legelső. Ez előtti szériában még 3D NAV volt. Az most már nincsen benne. És hát, hogy itt eléggé komoly gondok voltak a szériában, kiadták az FMA 2 pluszot. Mai napon már meg is szüntették, már nincsen ez az A szériák. Nem feleszik tovább. És itt van a Csécsek, van keményen 1 megabyte. Csécs, 64 kilobyte, még 16 kilobyte. Eléggé kevés. Szóval a processzorra be van írva valamilyen évszám. Úgy néz ki, hogy nincsen. Ja, itt van, hogy már frissítgettem a BIOS-át is neki. 2013, masé 917 van. Jó, sok szó, hogy rendbe jöjjön. Az is volt már rajta. Látszik a memóriája. 8 GB DDR3 Dual Channel-ban dolgoznak. Vannak ilyen truciál, mind a kettő. Truciál. Az egy különbség a kettő között, az egyik kínai, a másik meg Koreában van gyártva. Nincs benne a bejelzés, csak ki. Egyformák, csak máshol van gyártva, azt ért el. Radeon HD 7480-as D. Itt van a core speedje neki, 304 MHz, most ugrál oda-vissza már, 608 MHz. Memóriája 800. De tudja még a driver frissítéseket is. Vagy ilyen kicsi reklámalkalmazást, azt kell letöltsek, de nem fogom letölteni. És el is lesz majd küldve! Köszönöm ismét a figyelmeteket! Szevasztok!